Hello, hölgyeim és uraim! A mai nap egy új paklit szeretnék nektek bemutatni, amit a hardpawn.com oldalról szedtem össze, és Kungennek az egyik legendás Agro Hunter paklija. Nem is baj egyébként, hogy Hunter, egyrészt a questjeim is Hunterhez szólnak, másrészt elég rég foglalkoztam Hunter paklival, tehát vadász paklival, úgyhogy nem is árt, hogy egy kis változatosságot viszek a dologba. A kártyapakli javarészt nagyon olcsó manaköltségű lényekből áll össze, akiket nagyon hamar csatasorba tudunk szólítani. És a másik nagyon jó dolog, hogy gyakorlatilag elég olcsón összerakható, azt kell, hogy mondjam. Szóval nem kellenek olyan igazán ritka lapok, vagy nagyon költséges lapok. Egy lap van benne, ami legendás lenne, az sajnos nekem sincs meg, de ezt könnyen át lehet hitelni egy olcsóbb verzióval, de erre majd a videó végén kitérek, amikor megmutatom a kártyalapokat. Na, már is Beast. Hát mivel nincsenek Beastjeim, ezért a Timberwolf még maradt szépen a helyén. Viszont én kilakok egy explozív csapdát, egy robbanó csapdát, és már is elkezdem ellenfelem ostromlását, hogy minél hatékonyabb legyen. Gyakorlatilag ez a pakli arról szól, hogy minél előbb rakjuk ki a kis lényeinket, verjük szét az ellenfelünket, még mielőtt kettőt pislanthatna, és már zsebelhetjük is be a győzelmünket. Hop, 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 hop. Egy arcane shot. Talán jó lesz az, jó lesz az. Ha csak nem, egy Beast és Kill Command, hát az még pont nem. De egy Iron Beak Owl-lal szerintem már jobb lesz a dolog. Na, két sebzés így, vagy két sebzés úgy. Én minden esetre most... Mi legyen? Jó. A hősét megcélozzuk. Érezze a nyilakat, a nyilak erejét. Na, kim van ez a Beast típusú hóbagó, vagy mi ez, vasbagyom. Ha nem lövi le, bár szerintem esélyes, hogy lelövi. Na, mi a fene? Á, és pont arra ment rá, kár. Na jó, mi történhet? Ugye lehet Frost Armor. Az igazság szerint egy kicsit visszaveti a folyamatot, de nem tragédia. Lehet Mirror Image, akkor viszont az Arcane Golem az nem a legjobb döntés. Illetve lehet még, ami Vaporization. Na, akkor kirakok egy... Nem, várjunk csak, más nagyobb, durvább dolog az nincsen. Jó, közvetlenül HP-ra megyek. Jó. A Mirror Image-et Timberwolf-fal, ez lesz az, Mirror Image, vagy Mirror Entity, elnézést. Jó, lett egy Timberwolfunk. És... még mielőtt így nagyon eldurvulna a dolog, szerintem most Kill Command, és a következő körben hozom elő majd a gólemet. Hát ezt a gorillát sajnos a Timberwolf neki felerősítette, de ha most jót akar magának, mind a kettőt legyakja. Ó, Maci! Mi lesz a Maci sorsa, az a kérdés. Jó, ha betámadja a hősömet, akkor viszont a robbanó csapda az véget vet Rém uralmának. Jó, két sebzés még a leprás gnom miatt, nagyszerű. Annak is annyi. Ó, és lövölde. Jó, az Arcane Golememet nem szeretném beáldozni. Ó, de viszont az Iggerhorn Longbow az nagyon jó tartozéka lesz itt az arzenálnak. És a Macit is legyakom egyúttal. Jó. Az Iggerhorn Longbow-nak nagyon jó tulajdonsága, hogyha kijátszunk egy csapdalapot, akkor kap még egy körre használhatóságot. Hát a durability, ezt nem tudom, hogy fordíthatnám jól magyarra. Na, támadj meg! Támadj meg! Ez az, nagyon jól csináltad. Oh.
Na, és itt az Argent Commander a legjobbkor jött, szerény véleményem szerint. Eltakarítjuk onnan azt a rossz arcú goblint, és kap még pár sebzést, egészen pontosan 3-at. Jól van, 6 HP-ja maradt a mágusnak. Ha nem rak ki pajzsos lényt, nem rakott ki pajzsos lényt, jó, nyertünk, ennyi volt, köszönjük szépen. Nem is kell már nagyon mit szaporázni, ezt gyorsan befejezzük. Egy nyillal. Ez volt tehát Kungennek az Agro Hunter paklia, de nézzük meg, hogy miből is áll össze ez az egészen jó kis pakli. Jó sok köztet gyártok. Na, itt van Agro Hunter. Na, 2 darab Arcane Shot, ez ugye egy alaplap. 2 sebzést mérhetünk vele egy manáért bármibe, legyen ez az ellenfél hőse, vagy esetleg a saját lényünk is. 2 darab tracking kártya, a játék első körében ez nagyon hasznos, ugyan 2 kártyát el kell dobjunk, de egy hasznosabb lapot szedhetünk fel érte, amire szükségünk lehet. Abusive Surgeon-t, egy manáért felerősíti egy körre bármely lényünket, az aggro deckekben nagyon jól működik, ugye kisköltségű lapokat kirakunk, mellé rakjuk a következő körbe ezt, vagy esetleg ha rögtön charge-os lapot rakunk ki, akkor már azonnal támadhat, plusz 2 sebzéssel. Leprás gnóm, ezt a mérkőzés során egész jól sikerült kihasználom, ugye több körig is len volt, többet is támadtam vele, és a végén ugye elhalálozása esetén 2 sebez még a hősbe. Timberwolf, szinte egy alaplap, a bestia lapjainkat erősíti egyel. Worgen Infiltrator, ugye álcázva kezd, úgyhogy életben marad biztosan az első körben, és utána 2 sebez. Explosive Trap, nagyon fontos Hunter kártya, szerintem mindenki ezt utálja a legjobban a Hunter kártyák, titkos kártyák közül. 2 sebez mindenbe, ha támadás éri a hősünket, beleszámítva az ellenség hősét is, tehát azt is sebzi. Misdirection, na ebből a lapból kellene 2 darab, de nekem csak 1 van sajnos, de ez benne is van a pakliban. Átirányítja egy random célpontra a hősünket ért támadást, ez lakhat akár a saját hőse is az ellenfélnek, vagy esetleg egy másik lény. Unleash the Hounds, az új és már sokat változtatott Hunter OE lap, 1-1 HP-s charge-os kutyukat idéz, nagyon jó kombinálható más Hunter kártyákkal, de a lényege itt az, hogy ha az ellenfelünk sok lényt pakolna ki, akkor mi nekünk is sok lényünk lesz, és valószínűleg el tudjuk takarítani vele egy-két lényét, vagy esetleg közvetlenül az életerejét támadni, vagy pedig egy Timberwolfot, ha lehelyezünk melléjük, akkor már 2-1-es támadásokkal tudjuk megszeretgetni az ellenfelünket. Blue Shield Warrior, Charge-os Murloc, Iron Beak Owl, a Silence-os Bestia alapunk, Eaglehorn Longbow, nagyon jó kis fegyver, 3-2-es, 3 banáért, és ráadásul a titoklapokkal nagyon jól kombózható. Kill Command, egy elimináló Hunter lap, ha len van egy bestia játéktelen, akkor 5-öt sebzünk vele, egyébként csak 3-at. Arcane Golem, az egyik legerősebb charge képességű lap, de cserébe ugye az ellenfelünk kap egy mana kristályt, ha kijátsszuk, úgyhogy nem tanácsos őt nagyon az elején kijátszani, ha csak nem egyből halálra megyünk, mármint hogy az ellenfélünket haláloztassuk el. Wolfrider, egy charge-os lap, illetve az Argent Commander, egy darab, Divine Shield-el kezd, ő helyette lehet használni, és a hivatalos leírásban ez is van feltüntetve, Leroy Jenkins-t, akit megpróbálok nektek megkeresni. Itt is van Leroy. Leroy Jenkins, ugye ő is charge-al kezd, 4 manáért játszható ki, viszont 2 darab 1-1-es sárkit idéz az ellenfelünknek, ha kijátsszuk, tehát ő legyen a befejező lap. 6-ot sebez, tehát igen, tekintélyes lap, de mondom, az Argent Commanderrel nagyon jól kiváltható még az a kártyalap. Jól van, ez volt tehát az Agro Hunter pakli, remélem, hogy tetszett a prezentáció, és jelentkezem majd még hamarosan egy hosszabb demonstráció videóval, amikor is pár mérkőzést lejátszok ebből a kártyapaklival. Tartsatok akkor is velem, köszönöm a figyelmet, sziasztok!